sajtótájékoztató témája a Gyulai Vánszínház 50. jubileumi évadának értékelése. A Gyulai Vánszínház 1964-ben kezdte az első évadát, úgyhogy most tartottuk az 50. évadot. Erre egy több éve előkészített jubileumi programos sort állítottunk össze. Június 22-én kezdődött ez az évad, és augusztus 10-ig tart. 50 napon keresztül 70 programot valósítottunk meg, amiből 40 jegyes előadás volt, és 30 ingyenes előadás volt, tehát bárki megnézhette jegy nélkül is. 4 új bemutatót tartottunk ezen időszak alatt, ami új premier volt, ezek pedig a Hamlet, Shakespeare Hamletje Bocsáti László rendezésében, a Krasznorkai Felolvasó Színház, a Fákja kialszik című ős bemutató, Zalán Tibor műve és a Bitis együttesről szóló Borsőrmester darab. Ebből egy ős bemutató volt, ez a Zalán Tibor műve, ez azt jelenti, hogy itt hangzott el először színpadon. 2 felolvasó színházi ős bemutató volt, ami azt jelenti, hogy a pályázatra érkezett másik 2 darabot is felolvasták a színészek. Bodi Áder Nemessúri Zoltán drámáját és Nagy András drámáját. Tehát tulajdonképpen, ha így veszük, akkor 3 ős bemutató volt. Egy a színpadon, 2 felolvasó színházként. 5 fesztivált rendeltünk ezen időszak alatt, tehát az egész nagy összművészeti fesztiválon keretén belül 5 kisebb fesztivált, ebből a leghosszabb a 11 napig tartó Shakespeare Fesztivál, volt Jazz Fesztivál, volt Blues Fesztivál, volt Irodalmi Humor Fesztivál, és volt a 3 napos Körösvölgyi Sokadalom népművészeti fesztivál és népművészeti vásár. 33 színházi előadásunk volt, ami egy nagyon nagy szám, azt hiszem, tehát 33 különböző színházi produkciót láthattak itt a nézők, amiben a koncepciónk az volt, hogy minden nézői réteg találja magának kedvére való előadást, a gyermekdaraboktól, a bábelőadásokon, a mesedarabokon át, a tragédiáig, a komédiáig, a színműig, a zenés produkcióig, mindenféle előadásból válogathattak a nézők. 10 koncertet tartottunk, ami azt jelenti, hogy 10 zenei koncert volt, ebben a komoly zene, a jazz, a blues, a kortárs zene épp úgy szerepelt, mint a középkori zene, barokk zene. Filmvetítéseket is tartottunk, 4 táncelőadásunk volt, ebből egy volt a kortárs balett, a Carmina Burana, 3 pedig a Néptáncfesztivál különféle előadásai. 1 gálaestet, ez a jubileumi 50. gála volt, neves színészek fellépésével, a nemzetszínésze, több Kossuth díjas művész lépett színpadra, és több díjazott művész, szinte nem is volt olyan, aki valamilyen művészeti díjjal ne rendelkezne. 1 operát is láthattak, Erkel Ferenc Hunyadi László operáját, 1 koncert fantáziát, amely a Bitlis együttes történetéről szólt. 10 ország művészei léptek fel nálunk, ami azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államokból, Európából, 10 országból érkeztek ide hozzánk a művészek. Zömében 95%-ban profi művészek játszottak nálunk, 5%-ban pedig amatőrök, ők főleg a Körösvölgyi Sokadalom keretén léptek föl, néptánc együttesekről van szó. 9500 jegyes nézőnk volt, és 26000-en látták az előadásokat, de benne vannak az ingyenes produkciókat megnézők is, tehát így jön ki 26000-es szám, az a 30 ingyenes produkció is, amivel tulajdonképpen a 26000 számot tudjuk produkálni. Ez körülbelül a tavalyi szinttel egyenlő, és a jegybevételünk is a tavalyi szinten volt pontosan. Ez azt jelenti, hogy a válság azért továbbra is tart, hiszen az embereknek azért nincs olyan sok pénzük, hogy a kultúrára költsenek, amennyit akarnak, tehát körülbelül a tavalyi szinten realizáltuk a jegybevételeket, illetve az előadások nézőszáma is ennek megfelelő volt.